harmadik alkalommal rendezzük meg a PTE Tehetségnap rendezvényét. 2021-ben újítottuk meg a Krisz Bargyildikó tehetséggondozó programot, és a 23-24-es tanévben is 50 kiváló hallgatóval dolgozhattunk együtt. A ma kezdődő eseményen az ő előadásaikat, a hallgatói kutatásaiknak az eredményeit fogjuk meghallgatni. Itt az orvostudományoktól egészen a közgazdaságtudományig mindenről lesz szó, úgyhogy egy igazi interdisziplináris kavalkád vár ránk, és az eseményt pedig majd egy ünnepi gálavacsora zárja le. Az esemény keretében fogjuk átadni majd a László János doktori kutatói ösztöndíjprogram, valamint a Szinapszis mentorprogramunknak is a hallgatói elismeréseit. Ezek a támogatások is, illetve programok is most fognak majd lezárulni. A célunk az az, hogy ez a kétnapos ünnepség a PTE összes olyan kiválóságáról szóljon, az összes olyan tehetséges hallgatójáról szóljon, akik ebben a tanévben is kiemelkedően teljesítettek. A PTE Tehetségnap rendezvénye már hagyományos áprilisi, májusi rendezvénysorozat, ami a PTE-n zajló tehetséggondozást állítja egy picit reflektorfénybe. Ugye ez a Krisz Bargyildikó tehetségprogramnak a záró akkordja, amikor a hallgatók, akik 10 hónapon keresztül tudományos munkát folytatnak, és mellette még tudáshorizontjukat szélesítik, ők is oktatóik gyakorlatilag itt prezentálják azokat az új ismereteket, amelyeket ők kimunkáltak. Úgyhogy ez ezért nagyon fontos, azt gondolom. Akármennyire is a legjobb szándékkal és nagyon nagy tapasztalattal tervezzük a tanterveket, a világ sokkal gyorsabban változik, és az igazi világ az, amit egy egyetemistának kreatívan, innovatívan kell tudni, az a tanulás mögött van. De sajnos nem lehet megspórolni a tanulás sem. Tehát a kettőt együtt kell csinálni, és ezért van a TDK. A tehetséggondozás tekintetében azt gondolom, hogy Pécs valóban egy mintapélda. Tehát büszkék vagyunk a TDK-ra, és nekünk minden komoly egyetemi karunkban megvan a TDK, de az, hogy ennyire struktúráltan, ennyire tényleg a fehétől is orientáltan odafigyelnek a tehetséggondozásra, ez nagyon-nagyon ritka. Tehát erre, ez nagyon nehéz persze valószínűleg belülről érezni a pécsieknek, de ezt most kívülről mondom, hogy ennek örüljenek, és legyenek nagyon büszkék, mert ezt önök teremtették meg.